Ő ittal ma éppen sétálni indul egy családdal. Szóljál te is neki. Szóljál te is neki. Gyere, Alma. Gyere. Sokan érkeztek vasárnap az Ábránd állatotthonba, hogy meglátogassák a gazdira váró jószágokat. Azért jöttünk igazából sétáltatni kutyust, megsimogatni, megdögönyözni, egy kicsi lelki támogatást adni nekik. A látogatóknak az állatok is örültek, izgatottan várták a simogatást és a jutalomfalatokat is. Hogy igen, itt az erdőn keresztül kinyújtok menni. Az Állatvédők Vasi Egyesülete havi rendszerességgel fogad látogatókat a menhelyen. Itt mindenki láthatja, milyen változatos munka folyik és milyen sok állatra vigyáznak. A kutyák és macskák mellett kecskék, madarak, rágcsálók is menedékre lelnek. Egyesületünknél most már hagyományos az, hogy havonta egyszer nyílt napot tartunk. Ilyenkor bárki eljöhet az Ábránd állatotthonba, és körülnézhet, megnézheti, hogy hogyan dolgozunk, hogyan élnek az állatok. Az Egyesület a nyílt napok alkalmával adományt is gyűjt. A látogatók hozhatnak eledelt, tisztítószereket és olyan eszközöket, amelyek hasznosak lehetnek az állatok mindennapi ellátásában. Ilyenkor önkénteseket is toboroznak, akik szívesen részt vennének a menhely működtetésében, és kisebb-nagyobb munkával segítenének. Fontos tudni, hogy a nyílt nap nem örökbefogadó nap, de persze lehet érdeklődni a családra váró állatokról. A gazdikeresés hosszabb folyamat és alaposabb ismerkedést jelent.